Ez az alkotótársamnak, Olá Tamásnak volt elsősorban az ötlete, és az volt a nagyon érdekes, hogy én erről egyáltalán nem tudtam, hogy ilyen gyerekek tűntek el, és halottnak hit gyerekek jelentek meg aztán később máshol. És amikor elkezdtem kérdezgetni a környezetemet, akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen mindenkinek van egy ismerőse, vagy az ismerősének az ismerőse, aki tud erről. És ez borzasztotta el leginkább, hogy van egy ilyen nagy közös fekete hallgatás, Amiben mindenki cinkos a másiknak. És valahogy nem beszélünk erről.